Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Weekendet látják, és pillanatokon belül látni fogják azt, amit én már látok, de megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz lenne megfogalmazni, hogy mi is az, viszont tőlem sokkal jobban meg fogják ezt tenni. Tóth Bence és Zsigó Miklós, aki junior ösztöndíjas nyertese lett a 27. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenynek, hogyha jól mondom. Sziasztok, fiúk! Bencét ugye én már nagyon régen ismerem, és tudom, hogy milyen rettenetesen tehetséges, és nemrégiben egy pályázatnak az egyik nyertese lett. A te édesapádról pedig tudom, hogy... Már találkoztunk, hogy így van, régebben még nagyon pici voltál, de már akkor is a kutatásait kapcsán ugye gyakorlatilag a média be is mutatta, hogy milyen rendkívüli vagy. De hát könnyű neked ilyen édesapával, ugye, ha akartad volna, se tehettél volna mást. Bence pedig ugye a Zsolt tanítványaként, és ti bánkisok gyakorlatilag lehet, hogy tényleg különlegesek vagytok ebben a városban, mert nem csak okoskodtok, hanem még meg is találjátok azokat a forrásokat, ahol be lehet mutatni a különböző általatok kitalált tudományos dolgot. Nos, a Vodafone által egy díjazott találmányról van szó, ugye? Tehát ők ezt szerencsére pénzzel is jutalmazták. Én ismerve a Bence munkásságát tudom, hogy ezek a dolgok roppant időigényesek, és ugye pénzigényesek, tehát ugye jelesül itt a pályázat kapcsán 100 000 forint volt a jutalom, ami tényleg egy nagyon szép díj, de tudom azt, hogy ti ezt nagyon gyorsan elfogyasztjátok, és nem azért, mert elmentek bulizni, hanem már is ott van a fejetekben az újabb elképzelés. Nos, meséljetek akkor először is erről a pályázatról, másrészt pedig, hogy mi is ez az eszköz? Hát igazából ez egy víz alatti kutatórobot, mi nagyon erősen a víz megtakarításra szerettünk volna hangsúlyt fektetni, hogy tényleg tudjuk, és hogy összekössük a robotot és a találmányt, és valós problémát is találjunk hozzá, amit meg tudunk oldani. Tehát a cél az volt, hogy ugye magát a technológia segítségével tudjunk vizet megspórolni, és ezt úgy tesszük, hogy vannak úgynevezett víztározó medencék különböző vízi közműveknél. Mi ugye ellátogattunk egy ilyen vízi közmű telepre, és ők bemutatták az ottani folyamatokat, az ottani szabályokat, hogyan dolgoznak ők, és elmondták, hogy például nekik fontos ezeket a tározókat karbantartaniuk, és ezt úgy teszik, hogy évente ezeket a tározókat tisztítani kell. Ez azt jelenti, hogy a tározót leengedik, megnézik, hogy ott ugye milyen hibák vannak, hogyha van valami repedés, akkor ezt dokumentálni kell, hogyha nincsen semmi, akkor ugye felengedik, és akkor megy tovább az élet. De ez hogyha... mennyi vizet jelent, mondjuk? Ez úgy van, hogy egy tározó az 400 vagy 500 köbméter, tehát hogy ez elég nagy vízveszteség, a Nyírségvíz Zrt-vel van kapcsolatunk, és ott összesen 37.500 köbméternyi víz van. Ez ugye évente kétszer kell, hogy leengedjék, fél évenként egyszer, és amikor ezt leengedik, körbenéznek, találnak valami hibát, akkor visszatöltik, hihetetlen, de miért töltik vissza, megtervezik, hogy hogyan oldják meg, megint leengedik, megcsinálják és feltöltik. Mondom, kiszámoltátok, hogy ez pénzben mit jelent? Hát országos pénz. Szinten számoltunk, így országosan 950 000 köbméternyi víz, az, és még a energia, illetve az ember, tehát olyan 100 millió forintos egy év alatt. Nos, itt van egy kutatórobot, szerintem, ha ezt berakjátok a vízbe, és jól funkcionál, akkor nem kell a vizet leengedni, pont, hogyha igen, jól értem. Igen, pontosan ez lenne a cél. Hát úgy néz ki, mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen kis szánkó. Tehát meséljetek róla, hogy működik ez, hova kell dugni, hogy kell beengedni. Tényleg, most ezt úgy meséljétek el, mert abszolút laikus vagyok, és nagyon sokan a nézők is azok. Tehát ez egy olyan robot, amely ugye vezetékesen kommunikál egy diszpécser. Ezt úgy kell elképzelni, hogy fent van egy laptop, vagy akármi számítógép, bármi lehet, egy vezérlőegység. Csatlakoztatunk hozzá egy joysticket, ez bármi lehet. Ennek segítségével tudjuk vezérelni a robotot. Vezeték nélkül nem működik ez a vezérlés, mert ugye a víz alatt az elektromágneses hullámok nem terjednek, szonárral pedig nem akarjuk megoldani ezt a kommunikációt, mert egyszerűen nem tudnánk valós idejű kameraképet, kameravideót felhozni ilyen gyors idő alatt ezzel a kommunikációval, ezért hát vezetékesen megy a kapcsolat.
Aztán megtaláltam még rajta 5 úgynevezett fenékszivattyúból átalakított motor. Ezek nagyon nagy teljesítményű motorok, ezekre azért volt szükség, hogy rendesen tudjunk mozogni a víz alatt, viszonylag könnyedén. És ehhez még tartozik egy óriási akkumulátorpakk is magában a robotban. Ugye ezeket a motorokat meg kell valahogyan hajtani, és ehhez szükséges ilyen elektronika, vezérlőegység, minden. Tehát minden arra épült rá, hogy ezeket a nagy teljesítményű egységeket mi vezérelni tudjuk. Most megint csak laikusként kérdezem, ilyet még nem talált ki senki? Ez egy furcsa pont, kitalálták már is, hogy tényleg van ugyanúgy víz alatti kutatórobot bárhol, de Magyarországon ilyet még erre a problémára nem használtak, illetve mi a klímakutatókkal is felvettük a kapcsolatot, és hogy ők is tudnák ezt használni, mert például a búvárokat ki tudnák cserélni a robotra, és akkor be tud menni kisebb helyre, illetve nem keveri fel annyira a vizet, és akkor az üledéket tud felvenni, stb. Tehát, hogy egy praktikus lenne nekik is. Hogy áll most jelen pillanatban ez a fejlesztés? Tehát, Most az ösztöndíj összegét szeretnénk felhasználni arra, hogy nem lehet vezeték nélkül a robot, de mégis valamennyire vezeték nélkülire megcsinálni. Mert nyilván vannak olyan helyek, ahol esetleg nincs is ugye hálózat. Tehát pontosan, és a víz alatt például egyáltalán nem. Tehát, hogy van rajta belül egy kamera, őt, ami a laptopon látjuk, illetve ide felszoktunk helyezni egy másik kamerát, ami most nincs a szállítás miatt, és az meg felveszi az, hogy mi történik, és azt el tudjuk tárolni. Ez a dokumentáló kamera. Igen. Nagyon jó kis riportalányok vagytok ketten is, és szerintem így inspiráljátok egymást, ahogy most beszél. Nem így működik az agyalás, hogy az egyikötök mond valamit, mint egy kis pingpongát dobjátok. Ugye én szerintem szinte beleláttok egymás agyába. Nemrégiben érkeztetek haza Londonból. Mi történt ott? Londoni egy brit innovációs verseny volt, tehát ez számukra ez egy óriási verseny. Mi ennek a versenynek bejutottunk a döntőjébe. Egyébként az elődöntőben én egy régebbi projektemmel, egy jeltolmácskesztyűvel pályáztam, és ezzel a robottal is pályáztunk, és mind a kettő aranyminősítést kapott az elődöntőben, és érdekes volt számunkra, hogy mind a két projekt kapott egy rövid leírást, hogy hogyan tudnák továbbfejleszteni. És nagyon pozitívak voltak ezek a leírások. Konkrétan a kesztyű egy olyan leírást kapott, olyan minősítést kapott, hogy ez akár egy PhD projekt is lenne, és a robot pedig ugye... A robothoz pedig adtak egy nagyon-nagyon sok fejlesztési tippet, és tényleg hihetetlen volt, hogy ilyet még Magyarországon egyszer se kaptunk ilyen visszajelzéseket. Még egy harmadik projektet is indítottunk, ő nem jutott be a döntőbe, viszont ő is egy olyan erős visszajelzést kapott egy cégtől, hogy hihetetlen volt, és videó alapú volt. Tehát, hogy... Tudjátok, mire gondoltam, hogy mindig ezen poénkodunk, hogy az angol tudósok, és ezek szerint az angol tudósok tényleg nem csak baromságokat volt, hogy a Royal Society-ben volt ez az ottani Magyar Tudományos Akadémia. Tehát tényleg, hogy olyanok voltak, hogy Kelvin, Newton vezetők voltak. Ugye a vezetője ennek az akadémiának, a Royal Society-nek. Tehát nagy élmény volt mindenképpen, és úgy gondolom, hogy újabb ötleteket, újabb inspirációkat, energiát gyűjtöttetek. És nagyon sok emberrel ismerkedtünk. Nagyon sok ember ismerkedtünk. Hát most víz alá mentetek, nem tudom, a csillagos ég a határ. Tiszta szívből gratulálok nektek, és kívánom azt, hogy ugyanilyen mosolyjal, ugyanilyen energiával, nem tudom, valamelyik hatalmas tudományos fokozatot is ilyen mosolyjal vegyétek majd át, úgyhogy gratulálunk nektek. Köszönjük szépen.